ilyen hazugságokat nem vagyunk kötelesek elviselni senkitől sem. Még akkor sem, hogyha az adott személy éppen az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ezért miután ez a hazugság elhangzott magyar miniszterelnökkel kapcsolatban, minisztériumba kérettük az Egyesült Államok nagykövetét, aki ma itt is volt, Magyar Levente miniszterhelyettes fogadta, és arra kértük a nagykövetet, hogy mutassa be nekünk azt az idézetet, helyjel és időponttal, ahol a miniszterelnök azt mondta volna, amit az Egyesült Államok elnöke neki kijelentésként tulajdonított. Nyilvánvalóan ilyen kijelentés nem hangzott el, ezért semmifajta érdemi választ nem tudtunk kapni. A nagykövet úrnak az a megnyilatkozása, hogy az a hivatalos amerikai pozíció, hogy itt Magyarországon mi diktatúrát építünk, ez rendkívüli mértékben megnehezíti a két oldalú kapcsolatot. Ugyanis ezzel nem a kormányt, nem a miniszterelnököt sértik meg, hanem az országot. Mert a miniszterelnök és a kormány az nem egy véletlen sorsolás alapján vezeti ezt az országot, hanem az emberek döntés alapján. Négy választást nyertünk meg egymás után, és az emberek kijelölték a kormányzás irányát, amelyet mi végrehajtunk. Ha nem hajtanánk végre, nem választanak minket újra. Ugyanis ez a demokrácia egyik fontos belejárója. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos sértés, kikértük magunknak, bekérettük a nagykövetet, és ez a fajta amerikai elnöki, kormányzati, demokrata, adminisztrációbeli gondolkodásmód, ez egy súlyos teher a két oldalú kapcsolatainkon teljesen egyértelmű.